Hello baby, jössz velem villamosozni? Igen, felszállhatunk. Hát én megmondom őszintén, szóba se állnék olyan férfivel, akinek nincsen autója. És azt megnézed, hogy milyen autója legyen? Tőlem ne legyen rosszabb. Szóval tőlem egy férfi mindig többet tudjon nyújtani, mint amit én saját magamnak. Milyen verdemek közleked? Nekem most egy Mercedes A-osztályon van, ami AMG. Hát én 7 millió forint körül mozog az ára, használtan. Az a csávó, aki veled szeretne kezdeni, az minimum akkor egy 8 milliós kocsival jelenjen meg. Hát legalább. Mondjuk, hogyha átkúrták és mondjuk egy 2 millió forintos kocsit adtak el neki 8 millió forintért, akkor az már működik? Azért nem vagyok hülye, ismerem az autókat. Hány forint van rajta? Hát most jelenleg olyan 200 000 forint körül, 300. A BKV-t szedted. Ha még az ékszeremet is beleszámol, akkor több. Nem van valami, amire azt mondanád, hogy hát egész jó? Szerintem, hogy egyben egész jó vagy. Flört? Engedek neki? Érintsd meg azt! Nem. Érintsd meg ezt! De nem, én nagyon tisztaságmániás vagyok, és én nem szeretem azt, hogyha valahol kosz van, vagy minden ezt hozzájönnek az emberek. Ezt nem bírom. De mi történne, ha most odaerőszakolnám a kész fejed? Hát most... lehet, hogy bevernék neked egyet. Fecsót szoktad ütni? Nem, dehogy is, nem. Nem, csak tényleg nem szeretem azt, hogy sokan hozzájönnek egy tárgyhoz, és most én minek nyúljak hozzá? Kapjak el valami baktériumot? Most ez nekem nem. Egyet nem? Hát nem, egyet. Vagy többet. Na jó, hogy érzed magad? Hát én nem vagyok ezt hozzászokva, és nekem ez nagyon új most. Ki szimpatikus így az utasok közül? Ki az, akit így bejelölnél Facebookon? Micsoda, ez csak a komoly kérdés. Tudod, hogy hányas villamoson utazunk? Az egyes. Oda van írva. Asszus. Jó, hogyha légy szíves, az arcomat nézd. Ez egy nehéz kérés. El tudnál sorolni, hogy az egyes villamosnak milyen főbb állomásai vannak? A halványra fogalmam sincs. Azt mondod, hogy ez a BKV-s traumát csak egy Dom Perignonnal lehet feldolgozni. Például, hogyha férfi lennél, akkor kikezdenél magaddal? Biztos. Jó, de csak a 8 millió forintos kocsidal. Minimum. Erre oda kell figyelni. Már fotóznak minket. Köszönjük. Ha már itt tartunk, hogy fotóznak téged, hogy milyen celebnek lennél? Egyrésztről jó, másrésztről meg nem, hogy ismernek. Azért lehet... Miben szar? Az, hogy mindenki megbámul és megnéz. Mit tartasz már zaklatóan bámulásnak? Voltam a bevásárlóközpontban, vásároltam be a húslevesnek valót, és rendesen ilyen 2-3 percig lesövette rólam az ember a fejét, és már nekem kellett oda szólni, hogy ne haragudjon, mit néz, és akkor mondta... Mit nézel? Mit nézel, és mondta az úriember, hogy hát azt nézi, hogy milyen gyönyörű vagyok, és hogy felismert a műsorba. Neked zaklató? Zaklató, igen. Ez csak az egyik szememben.